50 milliárd eurót szán Ukrajna támogatására az Európai Unió, aminek következménye a tagállami befizetések növelése lesz, vagy lenne. Ugyanis többen is ellenzik a javaslatot. A lengyelek nem kérnek a kötelező migránskvótából, ezért ott is szavazni fognak. Migráns erőszak Nyugat-Európában, már a gyermekek sincsenek biztonságban. Vajon miért fordítják el a fejüket a problémától a politikusok? Az MCC brüsszeli konferenciáján forgattunk. Üdvözlöm Önöket az Európai Híradóban, Zsombok Jáger Laura vagyok. Ursula von der Leyen Ukrajnára költötte az unió pénzét. Ezért az EU most több befizetést akar a tagállamoktól. Nem lesz könnyű érvényesíteni az akaratot a tagállamok ellenében, amelyek nincsenek meggyőződve arról, hogy pénzük Brüsszelben a legjobb kezekben van. €50 milliárd, azaz a Magyarországgal szemben fennálló uniós tartozás többszörösének befizetését kéri a tagállamoktól az Európai Bizottság. Ezen összeget természetesen Ukrajnára költeni a bizottság elnöke, Ursula von der Leyen. Ukrajna számára egy pénzügyi tartalék létrehozását javasoljuk a következő 4 évre, összesen €50 milliárd értékben. Ebből hiteleket és vissza nem térítendő támogatásokat lehetne finanszírozni. A több mint 18 000 milliárd forintos tartalékot az uniós tagállamoknak kellene kigazdálkodniuk. A bizottság elnöke szerint ez legalább annyira a befizetők, mint a kedvezményezettek, vagyis az ukránok javát szolgálja. A migrációs válság kezelésére már nem jut ennyi pénz majd. Ami a migrációt illeti, a bevándorlás jelentette kihívásokra gyors választ kell adni. Szeretnénk felvértezni a tagállamokat a külső határaik megvédéséhez szükséges anyagi támogatással. Ami a határvédelmet illeti, arra tehát harmadannyi sem jut majd, mint Ukrajnára. Von der Leyen erre a feladatra 15 milliárd eurót kért, amit szintén a tagállamok fizetnének be a brüsszeli pénztárba. Egyelőre nincs részletezve pontosan, hogy mire fordítanák ezt az összeget. Az azonban valószínűsíthető, hogy az Unió nem feltétlenül gondol majd Magyarország támogatására, amely a migrációs válság óta őrzi a schengeni határt, a szerb, román és ukrán határszakaszokon. Lengyelországban népszavazást kezdeményeznek a bevándorlók és menekültek iránti felelősség megosztásáról szóló uniós megállapodásról, azaz a kötelező migráns kvótáról. A referendumot Jaroszláv Kaczynszki, a Jog és Igazságosság kormánypárt vezetője kezdeményezte. Jaroszláv Kaczynszki, a Lengyel Jog és Igazságosság kormánypárt vezetője, a lengyel koalíciós kormány de facto ura, népszavazást kezdeményezett a kötelező migráns kvótáról. Lehet-e tudni bármit is, hogy mekkora a migráns kvóta elutasítottsága vagy támogatottsága Lengyelországban? A legfrissebb felmérések szerint nagyjából a lakosság fele támogatja kisebb vagy nagyobb mértékben a kvóta elutasítását. Ilyen határozottan vagy kevésbé határozottan, 25-25%. 25% ellenben azt mondja, hogy Lengyelországnak is csatlakoznia kéne a kvóta elfogadásához. Az utolsó negyede a társadalomnak pedig nem semleges, nem mond véleményt, tehát azt mondhatjuk, hogy a társadalom többsége jelen pillanatban elutasítja ezt a kvótát. Mikor érvényes egy referendum Lengyelországban? Milyen részvételi feltételeket szabtak ebben az ügyben? Amennyiben a választásra jogosult, szavazásra jogosult állampolgárok több mint fele részt vesz egy szavazáson, és ott egy adott vélemény többségbe kerül, akkor ezt kötelező értékűnek kell tekinteni. Abban az esetben, ha ez a választás nem egy időben történik a parlamenti választással, kétséges, hogy elmegy esetleg a szavazó joggal rendelkező polgárok 50%-a. Ha viszont egy időben tartják ezt a parlamenti választással, akkor elképzelhető, hogy összejön ez az 50%. Most hogyan tervezik a referendumot? Mikor megtartani?
Itt eltérő hírek kerültek napvilágra az elmúlt pár nap során. A kormány azt mondta, hogy 2 héten belül legkésőbb döntés fog születni, hogy mikor legyen. Minden jel arra mutat egyébként, hogy ősszel a parlamenti választásokkal egy időben lesz a referendum, a már említett okok miatt, igen, tehát hogy egyrészt a kampány szempontjából ez egy jó téma lenne a kormánypárt számára, másrészt pedig a logisztikai nehézségek is, és illetve a pluszköltségek is afelé mutatnak, hogy a két szavazást egyben rendezzék meg. Jaroszláv Kaczynszki egy csapda helyzetbe vezette a polgári platformot, a jog és igazságosság legnagyobb riválisát, az ellenzék vezető erejét, hiszen alig ha kampányolhat a kötelező migráns kvóta mellett egy amúgy, ha névleg is, de mégiscsak nemzeti, jobboldali, ellenzéki párt. Hogyan tud kijönni ebből a csapdahelyzetből a Brüsszel párti, Európai Unió párti polgári platform? Igen, Donald Tusk ugye korábban már vezető pozíciót is betöltött az európai közigazgatásban, úgyhogy mindenképpen az ő neve összeforra az Európer politikával Lengyelországban. Ugyanakkor a polgári platform, látva a kiélezett politikai helyzetet, nem utasította el a kormány kezdeményezését kapásból, illetve nem emelt szót a kvóta elfogadása mellett. Egy ilyen kiváró álláspontra helyezkedett, tehát nem fog kampányolni értelemszerűen a minél szélesebb körű elutasítás mellett, de ugyanakkor nem tűzi a zászlajára sem a kvóta elfogadását, úgyhogy ebből a nehéz helyzetből valószínűleg a passzív, kritikus pozíciót tartva próbál kikerülni. A kérdés csak az, hogy mennyire lesz ez kifizetődő a parlamenti választásokon, hiszen van egy karakteres véleménnyel rendelkező, határozottan fellépő jog és igazságosság, és van egy véleményt nem nyilvánító polgári platform. Miképpen hathat ez a parlamenti választás végeredményére? Igen, alapvetően több ember utasítja most el a kvótát, mint ahányan a jog és igazságosságra szavaznának, úgyhogy ha a párt ügyesen csinálja ezt a kampányt, akkor ez számukra egy előnyös pozíciót teremthet. Fontos ugyanakkor azt is látni, hogy a jog és igazságosságot jobbról előzi egy másik párt, a Konfederáció, akinek a szavazói szintén élesen utasítják a kvótát. Kérdés az, hogy most akkor a pártpreferenciát mennyire írja felül a Európai Unió pozíciójával való szembehelyezkedés. Tehát, ha valaki a kvóta ellen szavaz, nem jelenti feltétlenül azt, hogy a jog és igazságosságra fog szavazni, hanem lehet, hogy egy másik jobboldali pártot fog inkább a szavazatával megtisztelni. Lejtmenetben Európa. A földrész gazdaságilag egyre kisebb súlyt jelent a világgazdaságban. Ázsia folyamatosan erősödik, Amerika pedig még az európai szövetségeseivel szemben is védi a piacát. A bajt a hozzá nem értő és nem elkötelezett brüsszeli bürokrácia súlyosbítja. Győri Enikő, európai parlamenti képviselővel Zöldhegyi Katalin készített interjút Brüsszelben. 2010-ben Európa a világ GDP-jének még a 22%-át adta, mára ez 17%-ra zuhant vissza, miközben a kínai gazdaság hatalmasat fejlődött, mára már megelőzte az Európai Uniót a világ GDP-jének 18%-ából részesül Kína. Közben pedig az Egyesült Államok infláció csökkentési terve miatt nagy európai autógyártók és híres nagy európai cégek tervezik azt, hogy a tengeren túlra települnek. Hogyan látja, veszélyben van Európa versenyképessége? Igen, egyértelműen azt látom, hogy Európa, amelyik magáról mindig azt képzelte, hogy egy gazdasági hatalom, amelyik előre szalad mindenben, és a legjobb, fel kellene ébrednie. Kitaláltuk a zöld átállást és a digitális átállást, ami azt gondolom, hogy rendben is volna, csak ezt mostani vezetés, brüsszeli vezetés úgy akarja megvalósítani, hogy közben lemond a versenyképességről. Erőlteti a zöld átmenetet a teljesítőképesség határán túlnyúlóan, és az európai vállalatok nyakába olyan terheket rak, amelyel már nem tudnak megbirkózni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy számba vettem, és kértem az európai munkaadói szervezetek segítségét is, hogy számoljuk már össze, hogy hányféle jelentési kötelezettségük van. Nem pénzügyi beszámolókra gondolok, mert azok rendben van, hogy egy cég azzal tartozik meg az adóhatóság felé,
hanem mindenféle fenntarthatósági, szociális jogi, emberi jogi jelentéseket, hogy lassan ott dajutunk, hogy termelni, értéket teremteni, növekedni, munkahelyet teremteni, már nem lesz idejük, mert ezzel fognak foglalkozni. Ráadásul most már olyan szinten csináljuk, hogy a kereskedelmi partnereinkre is kiterjesztjük ezeket, és mindenkinek jót kell állnia a kereskedelmi üzleti partnereiért is, nem csak a közvetlen beszállítók tekintetében, hanem az egész kereskedelmi és értéklánc tekintetében. Tehát tényleg már nem lesz idejük azzal foglalkozni, amivel kellene, és már egészen, hogy mondjam, kiprédikálnak egy céget, ha azt mondja, hogy ő egyébként profitot szeretne teremteni, és azt szeretném mondani, hogy ennek az a lényeg, hogy abból növekedés és munkahely lesz, egy ország gazdagodása következik belőle. Végzetes lehet az Európai Unióra, meg a versenyképességére nézve, hogy általában az Európai Unió Brüsszel nagyon lassan mozdul minden ügyben, gazdasági ügyben, miközben Kína előretörése teljes, miközben az amerikai infláció csökkentő törvény működni fog és elszívja az európai nagyvállalatokat. Így van, hát két dolgot említenék csak. Kína nagyon ügyesen az egész világban jelen van, és különösen ott, amelyek kiszolgáltatott országok, Fekete Afrika, és oda megy nagy beruházásokkal, azokat általában kínai munkásokkal építeti, koncesziós szerződés alapján. Nem vagyok rá meggyőződve, hogy a javára válik ezeknek az országoknak, de Kína rendkívül jól vár vele. Egy nyersanyagforrás. Elkezdődött egy harc a világban bizonyos kritikus nyersanyagokért, kritikus földfémekért, amelyek a zöld átálláshoz is nélkülözhetetlenek. Kína ezt nagyon ügyesen csinálja, mi pedig azért, hogy még két fát se lehessen kivágni az Amazonasban, de én elismerem, hogy az Amazonast védeni kell, de az, hogy teljesen lehetetlen feltételeket és újabb feltételeket támasztunk, közben Kína letarolja ezeket a piacokat, és megállapodik velük, és nem fogunk hozzájutni azokhoz a kritikus nyersanyagokhoz, amelyek egyébként a zöld átállásnak a kulcsai. Az, hogy egyébként Kínával is rontani akarja az Európai Unió sok tagállama, meg néhány brüsszeli vezető a kapcsolatokat, jelzem, hogy nincs napelem, ami ne ott készülne. Tehát hogy valósítjuk meg a zöld átállást, az Európában a megújuló energiatermelést, hogyha Kínával nem működünk együtt. És mi történik Amerikában? Ugye a háború óta az energiaárak elszálltak, Európában sokkal magasabb az energiaár, mint Amerikában vagy Ázsiában. Az amerikaiak az úgynevezett infláció csökkentési törvény, aminek nagyon megtévesztő a neve, mert nem az a lényege, hogy az inflációt csökkenti, hanem az a lényege, hogy hogyan, méghozzá úgy, hogy átcsábítja a zöld beruházásokat, és nagyon komoly támogatásban részesíti ezeket az iparágakat. Tehát egy cég meggondolja, hogy biztosan Európába akar-e beruházni, hogyha Amerikában sokkal kedvezőbb feltételeket kínálnak neki, nagyon komolyan elkezdte ezt fontolgatni több ország, akkor még a zöld átállást, na, itt maradunk ipar nélkül, tehát akkor lassan már tényleg egy skanzen lesz Európában, ahova majd az amerikai és a kínai turisták eljönnek megnézni, hogy hogyan éldegélünk, na de akkor hogy fogjuk fenntartani az európai úgymond szociális piacgazdaságot és azt az életszínvonalat, amelyet be Nyugat-Európa erősen belekényel mesedett az elmúlt évtizedekben. Nagyon nehéz kérdések, Győri Enikő, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Sokkoló képsorok érkeznek Nyugat-Európából, mindenek előtt Franciaországból. Aki látta a játszótéren kisgyerekeket késelő migráns álmok futásáról készített videót, másként gondolkodik biztonságról, bevándorlásról, illegális migránsokról. Nagy-Britanniában éveken át erőszakoltak gyerekeket dél-ázsiai hátterű bűnözők. A hatóságok, csak úgy, mint a politikusok, éveken át félrenéztek, senki sem akart rasszizmus gyanújába keveredni. Az Európai Híradó az MCC brüsszeli konferenciáján forgatott. A politikai korrektség mennyire uralja az újságírást, a társadalmat, a politikát? Hogyan látja ezt Európában? Hát nagyon sokan cenzurálják magukat, nem merik magukat kifejezni, mert tudják, hogyha a véleményük valahogy a más, mint a mainstream, akkor nagy bajba kerülhetnek. Néha az is történik, hogy elvesztik a állásukat, vagy kirúgják az egyetemről, vagy iskolából. Múlt héten, mikor volt ez a borzalmas tragédia Annecy-be, mikor ez a migráns férfi leszúrta a gyerekeket, akkor az volt érdekes, hogy aznap, az este a Annecy-i polgármester azt mondta, hogy remélő, hogy az emberek nem fognak arra reagálni, hogy ez egy migráns, ezt nem is szabad mondani, hogy honnan jött, mert hogyha emberek lássák is, hogy milyen fajta ember volt, akkor lehet, hogy reagálnak a migránsok ellen. És ez egy nagy tragédia, mert hogyha ember nem tudja megmondani, hogy ez a gyilkos, vagy ez a
aki megszülje a gyerekeket, ez egy migráns, egy másik országból jött, akkor saját magunknak hazudunk. Nem tudják, emberek nem lássák az igazságot, hogy mi történik. És ez sokszor előfordul, hogy az újságok valahogyan eltagadják, hogy kilop egy embert, hogy kik akik az igazi gazemberek. És máma este van ez a programunk, ami arról szól, hogy Angliában 2 évig volt egy ilyen gang, egy ilyen banda, aki annyira szabadon tudta a kislányokat bevinni az ő körükbe és elrontani őket, mert tudták, hogy a városban senki sem fogja menni azt mondani, hogy ezek mind Pakisztánba jöttek, ezek mind ázsiaiak. Attól féltek, hogy azt mondják, hogy ezek rasszisták. Kihasználták azt, hogy ők a kisebbség, etnikai kisebbséghez vagy bevándorló hátterű emberek csoportjához tartoznak, és ezért mentességet élvezhetnek? Immunity? Ez sokszor előfordul, hogy pont így van, hogy tudod, hogyha Afrikából vagy Ázsiából jöttél, akkor automatikusan senki sem fogja, máshogy nézik azt, hogy te mit csinálsz, mint a fehér lennél, vagy európai lennél, mert ha azt mondják, hogy ha kritizáljuk, hogy ők mit csinálnak, hogy élnek, még akkor is, hogyha valahogyan igazán rossz dolgot csinálnak, akkor az megerősíti a jobb oldalt, vagy a szélső jobb oldalt. És egy ilyen politikai kalkulációval élünk, ahol vannak gondolatokat, amiket nem szabad kimondani, de mindenki tudja, hogy ez így van a világban. Az emberek tudják, hogy ahol ők laknak, kik lehet bízni, és kik nem lehet bízni. Tudják, hogy kitől kell félni, és kitől nem lehet félni. De ezt nem szabad kimondani. Hát, mert azt, hogyha kimondod, akkor azt mondják, hogy te egy szélső jobboldali vagy. Csak egy szélső jobboldali mondja azt, hogy egy migráns volt, aki megszülte a gyerekeket Annecybe. Meddig lehet ezt fenntartani, hogy az emberek nem mondják ki azt, amit gondolnak, vagy hogy nem merik kimondani, amit gondolnak? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert sokszor, amikor beszélek az emberekkel, elmegyünk valahova egy futballmeccsre, vagy elmegyek valahova a nagy társaságban, akkor mindig ezekről a problémákról beszélnek az emberek, pláne azokkal, akiket tudják, hogy meg lehet bízni, hogy nem fogják elárulni őket. És néha úgy látom, hogy a helyzet olyan, mint a kommunista időkben Magyarországon, mikor igazán becsületesen csak otthon tudtunk beszélni, mert mindig féltünk attól, hogyha valaki meghallja, az besüg bennünket. És hasonlóan dolgoznak a dolgok a Nyugat-Európában. Nem annyira rossz mondjuk, mint Magyarországon volt a kommunista idők alatt, de ez egy nagyon komoly probléma, és ezért van az, hogy néha kitörnek ezek az újfajta populista pártok, mert az emberek azt mondják, hogy teljesen elég van ebből, mi tudjuk a szívünkben, hogy mi az igazság, és végre van egy párt, aki ezt kimerje mondani. Úgyhogy ebből a szempontból egy kicsit optimista vagyok, hogy ezt nem lehet örökre így csinálni, mert eljön az a pont, ahol emberek nem fogják cenzurálni magukat, amely elkezdenek kiabálni. Ez volt az Európai Híradó. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. Találkozzunk a jövő héten is. Viszontlátásra!